közel 100 növendék lép színpadra január 7-én délután 5 órától a Günner Aréna városi sportcsarnokban. A Vízkereszt vagy Amit akartok című koncert már nagy múltra és érdeklődésre tekintatán. Ennek a Vízkereszt koncertnek nagyon régre nyúlik vissza már a hagyománya. Én 2005-ben kerültem ide Tatára, és 2006 elején, ha jól tudom, az volt az első Vízkereszt koncert, ahol a Zeneiskola zenekara és a Dandár zenekara megnyilvánult. Azóta a zeneiskola töretlenül minden évben részt vesz ezen a hangversenyen. Az elmúlt években voltak olyan évek, amikor csak a zeneiskolának a zenekarai, pontosabban ki kell, hogy javítsam, zenekarai vettek rajta részt. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez a zeneiskola folyamatos programjai részéve vált, az város életének a részéve vált ez a hangverseny, és most már mindenki el is várja, hogy itt legyünk, és szórakoztassuk a közönséget minden január elején. A koncert főpróbáját megelőző napokban már az összes jegy gazdára talált, ami nem véletlen, ugyanis a növendékek lelkiismeretesen készülnek idén is a nagy napra. Összehangolni a diákokat ez mindig egy nagy feladat. Egy állandó zenekarban is, és egy alkalmi zenekarban meg különösen nagy. Hát a munkát azokkal, az állandó zenekarokkal szeptember óta elkezdtük. Kisebb-nagyobb megszakításokkal, ugye más feladataink is vannak, de ez egy ilyen gerincet képez a tanév során. Az összevont zenekar pedig hát számomra már elkezdődik tavasszal, hogy nyárra, mire táborba leérünk, addigra kész legyen az, amit a gyerekek elé tudunk tenni. A Vízkeresztnapi koncert január 7-én délután 5 órától látogatható jegy- és védettségi igazolvány ellenében.